Tartósan kemény mínuszok nehezítik a tömegközlekedési rendszer működését Szegeden. Az extrém időjárás miatt egyre több helyen törnek el, repednek meg a villamos pályasínei. Úgy hívják a kollégáim, meg kell hegeszteni, meg kell patkolni, a hegesztés télen nem megy, tehát ilyenkor egy ideiglenes megoldással kell számolni a pálya karbantartóknak, amit egy-két óra alatt elvégeznek, és majd tavasszal fogják végérvényesen ezt kijavítani. Az extrém hideg miatt, hogy volumeneket lássunk, tavaly annyi meghibásodás volt egész évben a pályán, annyi hiba, annyi törés, mint most 3-4 hét alatt. Nem csak a villamos közlekedés esetében okoz gondot a rendkívüli hideg, a trolibuszok felső vezeték rendszerét is megviseli az időjárás. Néhány napja emiatt gyulladt ki az egyik trolibusz teteje is. Egy olyan vezeték, ami most már napok óta ebben a mínusz 10 fokban dolgozik, egyszerűen elfáradt az anyaga. Ahogy ez elfáradt, az a 600 volt, ami ebben a vezetékben ment, maga körül elkezdte felolvasztani a műanyagot, és ez volt olyan látványos, hogy kigyulladt a trolinak a teteje. És természetesen a járműveknél is vannak olyan fékrendszerek, amik most már hetek óta ebben a nagy mínuszban egyszerűen felkeményednek, úgyhogy ez fokozott karbantartást igényel. A trolibusz és villamos megállók takarítását is megnehezíti a kemény hideg, hiszen napközben sem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet, így nem tudják elvégezni a sózást sem, hiszen ez a módszer ilyen esetben nem hatásos. A legkritikusabb helyeken kézierővel törik fel a jeget az SKT munkatársai.